Globusszal idén először találkozhatunk itt a debreceni adventi vásáron. Mivel is készülnek az ide érkezőknek? Szerettük volna újra gondolni a márkaboltnak a fogalmát, és azt gondoltuk, hogy ahelyett, hogy egy üzletben mindenféle szépen dekorált polcokon konzerveket próbálunk eladni, ahelyett szerettük volna megmutatni a vevőknek azt, hogy milyen ételeket lehet ebből készíteni. Úgyhogy amivel most készültünk, az egy világ körüli utazás. Globusz konzervekből készült különleges vegetáriánus leveseket és snackeket fogunk itt árusítani. Én azt javaslom, hogy mindenkinek ki kell jönnie, a neve is árulkodó, arab piaci lencselevestől kezdve a mexikói ízeken át sok mindennel készültünk, de a név az egy dolog, az igazi élményt az jelenti majd, hogyha kijönnek és megkóstolják. Ha hideg lesz, akkor főleg jól fog esni egy meleg leves, de azt gondolom, hogy ez minden időben egy egészséges, tartalmas ételt fog nyújtani. A kürtös kalács, a forralt bor az mind a karácsony része. Mi azt szeretnénk, hogy egy olyan alternatívát nyújtsunk, ami még mindig a magyar kultúra része, hiszen egy leveses ország vagyunk, de valami különlegességet is szerettünk volna belevinni. Olyan ételeket kóstolhatnak itt meg, akár a zöldséges mártogatók, akár a levesek tekintetében, ami ismerős lehet, de mégis különleges dolgot nyújthat. Az összes ételünk elkészíthető az itthon fellelhető alapanyagokból. A konzervek, amik benne vannak, az itt Debrecenben készült, az itteni gyárban készült magyar alapanyagokat tartalmazó konzerveink. Természetesen más alapanyagokat is kell ehhez rakni, de alapvetően a célja ennek a kis tannak az az, hogy megmutassuk azt, hogy a zöldségkonzerv az nem csak hogy egészséges, hanem kiválóan alkalmas arra, hogy akár egy karácsonyi ételsort is el lehessen belőle készíteni. A Supi by Globus levesező januárban változatos kínálattal megnyitja üzletét a Bajcsy-Zsilinszky utca 2 szám alatt.